Vége a látogatási tilalomnak. Mától néhány szabály betartásával már látogathatók a kórházban fekvő betegek. Az intézményekbe csak egészségesen lehet bemenni, kötelező maszkot viselni és tartani a 2 méteres távolságot minden idegennel. A koronavírus fertőzéssel érintett osztályokon ugyanakkor továbbra is érvényben marad a látogatási tilalom, és több intézmény is úgy döntött, hogy egyelőre nem lazít a szabályokon. Szombaton délután még a látogatási tilalmat jelző tábla volt kifüggesztve a nyíregyházi kórház kapujára. A korlátozás megszüntetése után nem sokkal pedig már érkeztek is a látogatók. Volt, aki újszülött unokájához érkezett, más a beteg édesanyját látogatta meg. Az M1-nek sokan azt mondták, már nagyon várták, hogy újra találkozhassanak rokonaikkal. Hát jó bizony, mert azért tudja, milyen segítség az a betegnek, amikor ott vagyok mellette. Szemlátomást látszott, hogy jobban van. Az országos tiszti főorvos a koronavírus járvány miatt még március elején rendelt el látogatási tilalmat az ország összes kórházában és egészségügyi intézményeiben. A korlátozásokon a járvány csillapodásával június elején kezdtek enyhíteni. A múlt héten például már engedélyezték a látogatást a szociális intézményekben, szigorú biztonsági szabályok mellett. Csak az a hozzátartozó látogató menjen 2 méteren belülre, 15 percnél nyilvánvalóan hosszabb időre a meglátogatott személyhez, akihez ő megy látogatni, ismerős, rokon, családtag. A többiektől tartson nagyobb távolságot, legalább 2 métert. Mostantól pedig már az egészségügyi intézményekbe is bemehetnek a családtagok, hozzátartozók és a barátok, de nekik is számolniuk kell biztonsági intézkedésekkel. Ezekkel már szombaton is találkozhattak. Adatokat kellett mondani. Találkoztam-e valakivel, aki lázas, illetve köhögött? Ezt pedig nem csak megkérdezik, hanem le is ellenőrzik. A Keszthelyi kórházba is csak egy kérdőív kitöltésével. És lázmérést követően lehet bemenni. Látogatni ugyanis csak egészséges ember mehet, maszkot kell viselnie, és csak azzal a beteggel kerülhet 2 méteres távolságon belülre, akit látogat. De az intézményekre is vonatkoznak előírások. Ha több beteg fekszik egy szobában, akkor maximalizálni kell a látogatók számát, és az érkezőknek is biztosítani kell a szappanos kézmosás vagy a kézfertőtlenítés lehetőségét. A kórházban ápolt betegek számára könnyítés az is, hogy mostantól fogadhatnak fodrászt és pedikűröst is, és a vallásgyakorlás céljából is érkezhetnek hozzájuk látogatók. A látogatási tilalom továbbra is érvényben marad a koronavírus fertőzéssel érintett osztályokon, valamint azokban az intézményekben, amelyek másként döntenek. A Semmelweis Egyetem közleményben azt írta, marad a látogatási tilalom valamennyi betegellátó intézményében. A Tatabányai Szent Borbála kórház igazgatója is a tilalom meghosszabbításáról döntött. Szerinte erre egyebek mellett azért van szükség, mert magas a megye fertőzöttsége.